A sorsolás értelmében 4 csapat küzdött volna egy továbbjutó helyért Szombathelyen, ahol a Diák Olimpia 5.-6. korcsoportjában a leány kézilabda regionális döntőjét rendezték. A Nagykanizsa gárdája azonban nem érkezett meg, így a Nagy Lajos gimnázium együttesének egy győri, valamint egy balatonboglári ellenféllel kellett felvennie a versenyt. A hazaiak végül mind a 2 meccsüket elveszítve a 3. helyen végeztek. Nagyon szerencsétlen volt, hogy összevonták a korcsoportokat, és hát ezért kerülhettünk volna a tavalyi évből kifolyólag könnyebb ágra, de hát ez idén így történt. A győri csapat lényegében az Audi Eto komplett korosztályos együttesével szerepelt a Vasi megyeszékhelyen, a balatonbogláriak pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaival képviseltették magukat a tornán. Ennek köszönhetően a szombathelyiek gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával léphettek mindkét mérkőzésükön pályára. Nyilván magasabb szintű játékosok ellen játszottunk itt, rengeteg olyan játékos van, aki már korosztályos válogatott, sőt, akár a nagyobb korosztályokban is már feltűnik a válogatottba. Én úgy érzem, hogy még össze kell szoknunk, meg egy kicsit többet kell fejlődnünk ahhoz, hogy egy szorosabb mérkőzést játszhassunk. A szombathelyi csoportból végül a győri Bercsényi csapata jutott be az országos döntőbe, ahol az aranyéremre is nagyon komoly esélye lehet a Rába Parti együttesnek.